Sziasztok, ti kis gyógyszerész palánták! Készítsünk drogot! Na jó, nem kell félreérteni, ugyanis a mai videó nagy kérdése, hogy első látásra mit takar a Big Pharma, ahol gyógyszereket, tehát angolul drogokat készítettünk, és igen, a drogok is egyfajta gyógyszerként kezdték valamikor egyszer a pályafutásokat, mindutána egyszer csak kifacsarta őket a fehér ember, és elkezd őket alternatív módokon hasznosítani. Na de most nem erről van szó, ugyanis ezt a játékot így a napokban láttam meg Steamen, hogy érkezik, és gondoltam, hogy ráírok a készítőkre, akik voltak oly szívesek, és küldtek nekem belőle egy teszt példányt, úgyhogy most ezen keresztül szeretném veletek együtt kipróbálni a játékot első látásra. Úgyhogy kezdjünk is neki. Na, ahogy mondottam, volt itt gyógyszereket, jó? Tehát a viccet félretéve, gyógyszereket kell majd készíteni, kikutatni, és erről fog szólni ez a játék, és ahogy nézem, van mod support, 3 nyelvet támogat, és igazándiból ennyit tud a játék. Jól van, akkor szerintem kezdjünk is neki egy új játékkal, reméljük, hogy nem fog fájni. Szerintem a legjobb, hogyha egy tutoriállal indítok, és akkor ezzel alapozom meg a gyógyszer készítő birodalmamat. És akkor kihívások. Drug Production 101. Fejleszteni a kúrát. Mi ez? Felfedezés és kutatás. Katalizátor reakciók. A rázógép. És fejlett témák. Valamit unlockolni kell. Jó, hát akkor kezdjük ennél a tutoriálnál, és akkor nézem, itt 6 témakörön kell keresztül verekedjük magunkat, és akkor itt mindenféle... Ó, na nézd már! Ezek ilyen szkenárióknak tűnnek nekem. És akkor itt írja, hogy mekkora a térkép, hány versenytársunk van, és hogy mennyi pénzzel kezdünk. És akkor itt kedvünkre válogathatunk, hogy melyik kihívásokkal és milyen jellegű pályán szeretnénk felépíteni a gyógyszerbirodalmunkat. Oké, vettem az adást, hát akkor kezdjük először ezzel szerintem. Gyógyszergyártás, azt mondja, a cél egy fájdalomcsillapító ellátmány elkészítése. Üdv a Big Pharmában! Minden új alkalmazottnak keresztül kell mennie egy orientációs tréningen, még a ügyvezető igazgatónak is. Navigáció. Ez itt a produkciós fül. Melyik is? Ja, ez itt lenn. És itt kell majd a saját kis gyógyszerbirodalmunkat megalapozni. Scrollozhatunk a térképen, igen. Hold right, click and drag, aha, igen, az megy. VASD-vel is tudunk mozogni, és az egérrel. Jó, hát ez így nem volt olyan nehéz. Menjünk tovább, tutoriál, vagy. Ja, hogy itt az a tovább nyilacska, ez itt most teljesen... Ja, hogy itt még tudjuk lejjebb is görgetni, oké. Az első gyógyszerünk elkészítése. Pénzre van szükségünk ahhoz, hogy különféle ilyen termelési vonalakat, vagy hát ilyen gépsorokat tegyünk le, és növeljük a gyárunkat, új technológiákat kutassunk ki, tattarattara, és ahhoz, hogy pénzre tegyünk szert, kreálnunk kell, és el kell adjuk a gyógyszereinket. Na, készítsük el az első gyógyszerünket. On the top right, igen, van egy ilyen import rész, és ez hozza nekünk az alapanyagokat. Aha, jó. Később megtudjuk, hogy hogyan tudjuk ezt saját magunknak is intézni, de most egyre kattintsunk rá, hogy többet megtudjunk az összetevőkről. Mi ez? Effervescent Jacker Distillate, valami desztillátum gondolom, de lövésem sincs, hogy ez mi lehet, hogy őszinte legyek. Jó, na azt mondja, hogy itt írja, hogy milyen tulajdonságai vannak.
két dolgot látunk, a hatás, és kettő fajta van, kúra és mellékhatás. Tehát, hogy milyen hatása és mellékhatása lesz, és akkor itt írja, hogy tengeri betegséget okozhat, tehát rosszul leszünk, és akkor itt mi ez? Activity range, max strength, aktív, inaktív. Gondolom, hogy beleesik-e vagy nem, és ja, a fájdalom csillapító hatása pedig, hát épp hogy nincs a zöldben, az nem tudom mit jelent, és plusz 97. Mi ez? Úristen, mi történik? Fájdalom, fájdalom csillapító. Menjünk vissza. Hogy lehet itt visszamenni? Ja, hogy most itt vagyunk, átmentünk egy másik fülecskére. Na, ott tartottunk a tutoriálban, hogy egyelőre mind a kettő inaktív, de tudjuk őket aktiválni és deaktiválni attól függően, hogy milyen nagy a milyen erős a koncentrációja a gyógyszerünknek, és ezt a kis kék valamivel tudjuk így szabályozni, vagy hát az mutatja. Igen, és akkor itt négyesen van a koncentráció, és akkor itt a negyedik pöttyig megy, tehát ez így a mellékhatás, és akkor ez meg a hatás, és akkor a lényeg az, hogy a zöldben legyünk, de ne a pirosban, gondolom én. És akkor vagy egy lórugásnyi, tehát elég erős ahhoz, hogy ja, de ez így még pont nem jó, tehát valamennyi mellékhatása csak akkor lesz, ha ilyen nagyon gyenge lesz. Igen, igen, és akkor hát ez szerintem abszolút reálisan próbálja meg felfogni a dolgot, tehát a fájdalomcsillapító vagy tényleg baromi erős, de akkor lesz mellékhatása biztosan, és elég erős, ha meg már túl erős, akkor már csak mellékhatása lesz, fájdalomcsillapító hatása nem. Jó, na hát akkor csinálunk kell egy fájdalomcsillapítót. Meg kell változtatnunk a koncentrációt, és ehhez szükségünk lesz egy produkciós vonalra, vagy hát egy ilyen gyártósorra, igen, ez a jó kifejezés, gyártósorra. Azt mondja, hogy igen, hogyha ide visszük az egeret, akkor itt több mindent látunk. To activate it, we need to increase the concentration to 5. The ingredients current concentration. Igen. Tehát az aktiváció az 6-tól 14-ig tart, a maximális ereje az nem ismert, és egyelőre inaktív. A fájdalom csillapító hatásához 5-ösre kell felvinnünk, a maximális ereje nem ismert, és jelenleg ez is inaktív. Valahogy meg kell növelnünk a koncentrációját 1-jel. Na, hogy tudjuk ezt megcsinálni? Egy evaporátor, egy ilyen párologtatót kell csinálnunk, hogy a koncentrációját megnövünk. Hát értelemszerűen elpárologtatjuk a folyadék egy részét, és akkor így sűrűsödik, tehát a hatóanyag koncentrálódik benne. Alapfizika, kémia, meg egyéb oktatás folyik itt, kérem szépen. A jobb oldalon, vagy a bal oldalon használjuk a menüt. Válasszuk ki a Basic toolbart, igen, és itt keressük meg a párologtatót, igen, a párologtató. Addig rotáljuk a masinát, amíg jó nem lesz, a Q és az E gombokkal, oké. Azt mondja, hogy de, most itt görgessünk egy picit, aha, ja, ott írja, hogy onnan jön be a cucc. Hát így közvetlenül bemenni nem tud, úgyhogy így ide rakom úgy, ahogy az ábra mutatja. De nem, rebel is leszek, egyel arrébb rakom, 600 pénzért. Jó. Ahhoz, hogy az alapanyagokat ide a párologtatóba mozgassuk, kell egy futószalag, ó, de... Igen, és már megy is, és akkor ezt így gyorsan megoldottuk. És... ha jobb kattintást tolok rá, akkor visszakapjuk az árát. Ja, hát akkor alakul ez, na. Most akkor nézzük csak, evaporátor. Igen, starting idle full. 1-jel növeli a koncentrációt, 10-be kerül a gyártás, és egy ideig processzálja a dolgokat. Ja, de egyelőre még nem történik semmi, ahogy nézem.
Mielőtt eladhatnánk a drogokat, akarom mondani gyógyszereket, ezeket valamilyen kapszula formájába kell ugye kiviteleznünk, vagy hát egy valamilyen módon formába kell önteni, és akkor így tablettákat, kapszulákat, kupokat, meg egyéb finomságokat, meg krémeket, meg mik vannak még. Kell egy ilyen, mi ez, ilyen pirula printer. Jó, akkor ezt hol találjuk? A Basic, és micsoda? Na, még egyszer? Right click to clear current selection, igen. Szeret a Maker toolbar. Ja, hogy itt. Igen, pill printer. Aha, és akkor itt a gyártósor. Ja, és egérgörgővel is tudjuk ám ezt itt processzálni. Aha, aha. Jó, megy ez, megy ez. Igen. Igen, figyelni kell, hogy a nyilak merre mennek. És ott egy jó ember, aki már ellenőrzi is nekünk, hogy merre mennek a piluráink. Nagyon jó. Oké, és akkor ezt is gondolom össze kell kötni. Igen. És akkor ez még folytatódhat. Igen, megy tovább szépen a futószalag, és ezt ide be kell kötni. Igen, majdnem jó. Invalid position. Aha, jó. Na, most jó lesz. Most már majdnem jó. Ez az. Igen, megcsináltuk a gyártósort, jelentem. Igen, és be kell kötni ide a kimeneti részlegbe. És akkor amint elérte a gyógyszer, itt a kimeneti részt, akkor elnevezhetjük, és azon nyomban véget ér az a tutoriál, amit elkészítettük az első gyógyszerünket. Na, és akkor ott megy a cucc, megy tovább a cucc, és akkor először kiszárítjuk egy picit. Igen, és nem lehet zoomolni jobban. Ott a kis kristály, igen, egy már egy tömörebb. És akkor most ezt szép kis pirula formába öntjük. És ott megy szépen a fájdalomcsillapító, a boldba, hogy mindenki kénye kedve szerint szedhesse, ahogy azt kell. Ha nagy fájdalma van természetesen. Igen, és most elnevezhetjük, mi legyen. Tutorialis Ahes Shooter, tehát tutorial fájdalomlövő, mi legyen a neve? Legyen a neve mondjuk Öröm Pirula. Sok smileyval, jó. Name. Oké, ezzel megvolnánk. Jó, most elhagyhatjuk a játékot, azt mondja. Complete, nagyszerű. Invalid position. Jó, most pedig menjünk a Leaf Game-re. Na, tehát akkor a droggyártással már tisztába jöttünk, így kell gyógyszereket csinálni. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan tudunk kúrát fejleszteni. Na, hát én nem pont így építkeztem, de majdnem fogjuk rá. És akkor itt van egy gyártási költség, és van ugye egy eladási költség, ami pedig, hát jócskán azért ad profitot. Meg még ugye meg kell fizessük ezt a színesbőrű rabszolgát itt, akarom mondani gyógyszerészt, vagy technikust, vagy bármi legyen is. Ja, ott is azért megy neki a fizu rendesen. Na, ebben a tutoriában megtanuljuk fejleszteni a kúrát. És ez nagyon fontos a sikerhez a Big Pharmával, ugyanis minél magasabb szintű a kúra, annál magasabb szintű pénzszerzési lehetőségekkel jár. Hát mondanom sem kell, hogy a gyógyszeriparban mekkora pénz van szerintem, senkinek se, vagy ha igen, akkor még valószínűleg még nagyon kicsi ezekhez a dolgokhoz. Na, először is terjeszkedés. Mielőtt ilyen további produkciós gyártósorokat csinálhatnánk, először is terjeszkednünk kell a gyárban. Aha, 2000 ér, ezt megvegyük. Fontos összetevők. Ahhoz, hogy újabb összetevőket gyártsunk, először is be kell őket szereznünk. És először is, igen, először ide fogunk menni az összetevők fülecskére.
itt tudjuk nézni, hogy milyen összetevőink vannak, és itt tudjuk felkutatni az újabb összetevőket. Hát igen, ugye nagyon sok gyógyszernek az összetevője ritka hozzávalókból készülnek, és ezért van az, hogy egy-egy gyógyszer valami eszméletlenül drága ám, aztán utána annak még ugye az előállítási költsége. Tehát ilyen szempontból szerintem egy tök reális képet kapunk ebből a játékkal, hogy azért hogy nézhet ki a gyógyszeripar. Aztán az más kérdés, hogy ugye ilyen-olyan támogatásokkal ezt mondjuk ilyen idézőben bagóért kapja meg, tehát mondjuk egy gyógyszer 5000 forint, csak annak mondjuk az előállítási költsége majdnem 500 000 lenne, tehát ilyen 80-90%-os támogatás van rajta. Igen, ugyanazt fogjuk látni, de ezt akarjuk upgrade-elni. Upgrade reaction. Na várjunk, csak először is ide kattintunk. Igen, import. Effekt, igen, és most az kellene nekünk, hogy import. Ja, itt tudjuk importálni ezt is. De akarjuk mi importálni? See, first only thing in the top left, igen, igen, screen. Ja, hogy alatta van, oké, okay, én vagyok, it's my bad. Hogy tudok visszamenni, hello? Nem tudok egy visszát tolni. Lehet, hogy itt most elrontottam valamit? Nem, jó lesz. Nem, ez nem az. Na. Itt van, az ingredients. Ez az, de miért nem írja az upgrade-et? 25-be kerül. Nem írja, hogy upgrade. Na várjunk csak, production, lehet, hogy itt kell majd ennél. Valamit én itt nagyon elnézek. Na várjunk csak, olvassunk tovább, mert lehet, hogy itt van a kutya elásva. Painkill effect to see upgrade reaction. Valahogy nagyon nem áll össze még nekem itt az az egész. Na, ingredients. Ja, hogy itt írja, hogy hogyan tudnánk upgrade-elni. Pre-requirements. 7-es szintig fel kéne ezt így tuningolni. Ja, és akkor ezzel a porlasztóval tudnánk upgrade-elni tovább. Jó, igen, és akkor 3 darab porlasztó kell összesen, tehát 3 darab porlasztón kell, hogy végigmenjen a gyártósor, mire sikerül. Jó, jó, akkor megvan, akkor itt importáljunk még. Egy új összetevőt kell hoznunk, és akkor azt 3 ilyen porlasztón keresztül kell vinni. Ja, és akkor itt mondja nekünk a tippet a játék. Igen, megépítjük, azt is összekötjük, és akkor megnézzük, hogy fel tudjuk-e okosítani. Jó, akkor építkezzünk már! Fenébe is. Jó, akkor... Igen, itt a dissolver, ez az oldószer. Ja, ezzel csökkentjük a koncentrációt, gondolom. Jó, azt oda be. Jó, azt úgy oda. Miért nem tudjuk ezt jobban elfordítani? Ez mondjuk olyan érdekes számomra, de mindegy. Move, aha, jó lesz ez, megoldjuk. Igen, és akkor ezt így még ide. Jó, meg lesz ez, jó, és akkor most jöhet a gyártósor. Igen, azt oda, azt oda, azt oda, azt ide. És akkor mindenki happy, jól van. Na, és akkor a következő dolog... Ja, tovább finomítják, vagy hát így tovább porlasztják. És akkor látjuk, hogy tudjuk ezt így már kivitelezni. Aha, nézzük meg az összetevőket. Nem, még mindig nem az igazi. Vagy most egy jó gyógyszerem vagyok amúgy? Aha, most valami történik, kúra. Ja, most így rá kellett kattintani, és...
Most tudjuk upgrade-elni. És azt írja, hogy ugyanazt a masinát akár több gyártósorba is be tudjuk vetni. Hát ja, végül is, ha ügyesek vagyunk. Aha, és akkor it will take some time for the drugs to move through the production line. Na, nézzük. Right click to clear your current selection, open the maker toolbar. Na most valami ilyesmit kell csinálni, tehát itt keresztül megy, és akkor itt tovább, és akkor itt még erősebben fog kijönni. Hú, ez így akkor már kemény lesz, gyerekek. Na várjunk csak, azt mondja, hogy először kell még egy ilyen. Igen, egy pill printerre is szükségünk lesz, úgyhogy akkor ezt így szépen megoldjuk. Ez az, ide jön szépen a gyógyszer. Nagyszerű. És akkor itt nincs másra szükség, mint hogy ezt így... Invalid position. Na, kössük össze, hello. Ja, hogy ez így is működik. Ja, és akkor itt ilyen mindenféle elágazásokat tehetünk bele. Majdnem jó, oké. És akkor ide jön most a pill printer, és ahogy nézem, itt azért többfajta technológia is lesz a végén, aminek én tökre örülök. Mert izgi lesz. Invalid position. Aha, invalid. Jó, és akkor megvolnánk. Na, most jöhet itt a szuper, hiper, szuper tömény gyógyszer. Olyan fájdalomcsillapító lesz, hogy még a lórugást se érzi meg az arcában az ember. Igen, és akkor megkezdhetjük az exportot, amivel vélhetően nagyon gazdagok leszünk. Na mi történt? Miért áll a gyártósor? Miért áll az gyártósor? Pain killer 7-től 10. Aha. Valamit itt még kihagyok. Valamit én még kihagyok. Ja, hogy... De várjunk csak, ide kell ezt vinni? Ja nem. Álljunk meg egy szóra, ne! Hol kell ezt a vackot kivezetni? De én ott a pirulákat tolnám, hello. Hű, hát ott most így mit csinálunk? Mit csinálsz te ott, hé? Álljon meg a menet. Na várjunk csak. Így, ni. Ez így jó lesz. Nem kell oda semmi. Jó. Most szerintem már jónak kell lennie. Na, mehet a pirula. Csak döntsük már el, hogy hova. Ja, én kérek elnézést. Fordítva raktam be a gépet. Jól van, na. Ezt is jól megcsináltuk. Hát akkor azt ott kérjük. Jó, az ott visszalebeget szépen. De azt ott nem, azt nem kérjük. És most jó lesz végre, de nem kell már itt ennyi minden, úristen. Na, és végre beindult a gyártósor. Nagyon jó kis minőségű fájdalomcsillapító gyógyszereket készítünk, amiből az első darab már el is érte a raktárat, és eladtuk 111, ja, de az még a régiből. Ja, és akkor látjátok, itt azért már kicsit kékebb ez a pirula. Bocs, hogy ennyit bénázok tényleg, de most látom először, aztán közben próbálok nektek magyarázni, miközben olvasom az angol szöveget, próbálom értelmezni, valami normális módon lefordítani, és akkor még utána megcsinálni azt, amit így kér tőlem a játék, hogy rájöjjek, hogy hogy működik ez. Na, de hát lényegében ilyen gyártósorokat kell kreálnunk, és akkor különféle módokon így finomítanunk, tisztítanunk, formába öntenünk a gyógyszereket, és akkor ezeket még kombinálni is lehet. Na, és itt jön a lórugás, erről beszéltünk. Ja, hogy nevezzük el. Ja, ez az ötös szintű.
58, jó, és akkor ezt kell elnevezni. Jó, ez lesz a, mit tudom én, cukortabletta. Ja, de nem, ez még a 4-es szintű, ez akkor egy placebo. Placebo, jó, az mehet. Az ott az 1-es szintű, fájdalomcsillapító, na és most jön a lórugás. Tutorial Migraine Crusher. Ja, hát ennek már van némi mellékhatása, ami egyelőre még nem tudom, hogy hol jelentkezik, de akkor ez lesz a lórugás. Nagyon jó. Na, és ez már dupla annyiba kerül. És elvégeztük ezt a tutorial részt is. Nagyszerű. Tehát akkor így lehet fejleszteni a gyógyszer kúrát valahogy. Valamilyen úton, módon. Jól van, fiúk, lányok! Én szerintem akkor ennyiben maradnék a mai napra. Megköszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a Big Pharma, egy gyógyszerkészítő menedzsment játék. Elsőre most nekem így szimpatikusnak tűnik, aztán majd ugye ez is olyan, mint minden más menedzsment játék, hogy így 5-10-15 óra után látja meg az ember, hogy végül is mit tud maga a játék, de így elsőre nekem tetszik. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!